Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délutánon készülődünk, a Davis készen van. Davis, hova mész? Várjál még! Az ujjad oda fog csípni, nehogy elmenjél te! Csukod be azt az ajtót! Most rában mindig nagyon kell rá figyelni, ugyanis hogyha meghallja, hogy indulunk, ő már ott az ajtóba, aztán el is megy. Az a gond, hogy nem lehet bezárni ezt az ajtót, mert kívülről nem tudod kinyitani, belülről meg ki tudod nyitani, nem tudod bezárni. Tehát nem tud bejönni senki se, de te mindig ki tudsz menni. Érted, mit mondok? Na mindegy! Mi csinálsz? Az én cipőm. Miért hoztad fel a cipőmet? Adod ide. Látod, egy cipőm van, mert egyiket odaadta, a másik cipőm meg ott van rajta. Mi csinálsz? Te nyuszi! Na mindegy, én hozom addig a szemüveges kamerámat megint. Kimentem a fókuszból. Azt mondom, ez a kamera mostában kimegy a fókuszból. Lehet, hogy majd kell nézni egy újat. Vagy a GoPro-val kell filmeznem. GoPro-t figyelj, vagy a szemüveges kamerát? Szemüveges kamerát, mert a Davis kell cipelnem, ugyanis nem máshova megyünk, mint a Movie World-be. Legalábbis azt hiszem, hogy oda megyünk, ugyanis nem ígértem az a munkából, egy kicsit késő van, hogy akárhova is ugye elmenjünk messzebbre. A Lucas nincs itt, mert a szüleimnél aludt, úgyhogy látod, ebben van a szemüvegem, ez a kamerás szemüvegem. Úgyhogy azt mondja, hogy a Movie World-be megyünk. Ugye az a Vidám Park, ez a szuperhősös Vidám Park, ami mellett van a stúdió. Ugye a stúdiót alakítják át, valamit építenek mellé, egy újabb hangárt vagy stúdiót. A Movie World-be képzeld el, építenek egy új hullámvasutat, nem tudom, hogy milyen lesz. Állítólag szeptemberre fog elkészülni. De! Mi csinálsz? Nem, azt nem visszük a szemüvegemet, nem azt a szemüveget mondtam, ezt a szemüveget, a kamerásat, látod? Ja, de nem te, majd én! Jaj, te! Mostában annyira kell rá figyelni, megnézni, hogy mit csinál? Oda néz! Te! Nyuszi, nyuszi, nyuszi! És mindent most tapogat, mindent elvisz. Te fogsz filmezni? Na, megyed fel! Úgy, na. Úgyhogy most a Davis, Davis fog vlogolni. Csak az a baja, hogy leesik szerintem a fejéről. Na nézd ide! Hú, de jól nézel ki, te! Mostantól te fogod csinálni a vlogokat azzal a szemüveggel. Szemüveg. Ja, szemüveg. Látod? Nagyon jól nézel ki, te! És fogsz is valamit mondani? Kár, hogy nincs ilyen kisebb méretben, és akkor fel tudnál venni, és egy darabig rágotná a fejét mindenfele, úgyhogy nem hiszem, hogy sokat látnátok bele. Na, tudom, hogy én felveszem azt a szemüveget. Na, hogy eltörjed, mert akkor meg nem lesz jó. Hol a tiéd? Hol a te szemüveged? Hm? Vissza szereztem. Most meg nem egyenes, nem? Vagy egyenes? Csak... Jaj, te. Meg látod, mit csinál? Reggel eltörte azt a szemüveget, mondjuk ez volt a Lucasnak a régi szemüveg, ez a Minecraftos. Ja, eltörött. Hát most mit csináljunk? Hát, az ugye az övét is eltörte. Volt neki ez a másik, ez a zöldes, az is eltörött neki. Úgyhogy én nem hiszem, hogy neki volna az a napszemüveges dolog. Majd még egy év vagy kettő. Amúgy kint mutatom, milyen az idő, meg ezt a szemüveget leveszem. Olyan felhős, de amúgy nem olyan túl rossz. Látjátok? Úgyhogy azt mondom, hogy most lassan elindulunk. Aztán sok mindenre nem hiszem, hogy fel fogunk ülni, mert a Davisnek ugye van egy pár ilyen kisebb rész, mármint a Davisnek való rész, ahol ilyen kisebb, nem is hullámvasutok, ilyen körhinte, meg hasonlók vannak, majd azt megmutatom nektek. Ugye a Lucas látában nagyobb részre szoktunk menni, a nagyobb hullámvasutakra. Összeszedjük magunkat, és elindulunk. Ezt meg kidobjuk a kukába. Ide adod nekem? A kezembe? Vagy te akarod kidobni? Na gyere, menjünk, add a kezedet. De várjál, az szemét? Ja, ott, vidd. Hol a kuka? Itt a kuka. Ide belelépünk. Majd rálépünk, és oda puff bele. Úgy, ügyes vagy. És hol a szára? Hm? Várj, azt is elviszem még mielőtt megtalálja. Aztán minek nem megvágja magát, vagy van bár egyszer, hogy meg tudja magát vele vágni, de sose lehet tudni. Az meg a maminak a táskája, ja? Ad. Thank you. Na, induljunk. Mindjárt megérkezünk, közben mutatom itt a stúdió ott szemben, nem tudom mennyire lehet látni. Ott épül az új, látjátok, ahol ottan le van bulldozerozva, vagy hogy mondják magyarul, ugye a traktorra ki van ott simítva. Ott volt, nem tudom mennyire lehetett látni, egy ilyen hatalmas nagy ilyen zöld háttér, vagy kék háttér, nem is tudom már, egy ilyen nagy falott állt, és a többi hangár ott volt a háttérben, hogy egyszer lehet, hogy jobban megmutatom nektek, hogyha elmegyek arra, aztán már egy csak fordulunk, amúgy ott vettek fel nagyon sok filmet. A Karib-tenger kalózait is, ugye, ami most jön ki a moziba nem sokára. Csak közben nézem, hogy hova tudok megállni. Látjátok, itt lezárták ezt a részt, ugyanis ide a új hullámvasútnak egy részét, darabjait odarakták le, azt a lilát ott bent hátul. Majd most fogják összerakni valamikor, fogalmam is mikor, és szeptemberben lesz kész.
majd megmutatom nektek. Lehet, hogy majd fel is fogunk rá ülni, lehet, hogy is fogom tudni majd filmezni. Én azt mondom, hogy itt fogom megállunk és így besétálunk, úgyhogy most átváltok én a szemüvegre. Na várja, oda be szembe. Átadott a bejárat. Átváltottam, úgyhogy én azt mondom, hogy induljunk befelé, olyan sokáig még nem leszünk. Csak egy picit befutunk, és megyünk megnézni a Lüközt. Meg a szüleimet. Na gyere te! Gyere, felvegyelek, vagy sétálni akarsz? Na, opá! Ajjad, arra nem ülünk oda fel. Arra te túl pici vagy, majd egyszer, hogy nagyobb lesz a rendben van. Mi megyünk a hátsó részre, hogy ott vannak a gyerekeknek, mami, kisebb mami. Gyerekeknek. Jön a mami is. She's coming, look. Vagy nem. Pakol. Aj, na. Ja, látod, hogy fejre áll. Zárjuk azt az autót. Ja. Ho, ho, ho. Mi az a Green Lantern ott? A Green Lanternre nem megyünk rá. Nem tudom, miért teszi neki az a legjobban. Ja, jön valami, nem jön autó. Amúgy itt vannak az árak, látod? A napi belépő, a nem tudom milyen belépő. De minek mind nem kell. Oda bemegyünk, és hátra sétálunk. Na, bejöttünk. Davisnek már nagyon tetsz, az elkint elkezdett táncolni. Mi? Ja, ott a Superman, meg a Batman, meg az Inlenten. Ott ülnek. Látod? Na, merre megyünk? Ja, szép, szökökjük. Na, bejöttünk egyet körülnézni, hogy a Davisbe akart jönni. Mit nézünk? Nézd, törölkezze. Megyünk tovább. Nézd, milyen Jackie, látod? Meg nadrág. Aztán sok nap, szóval így minden Batman-es, Superman-es, meg ilyen szuperhősös. Ja. Ja, van ott napszemüveg. De azt is ugyanúgy eltörnéd, mint a másikat, nem gondolod? Nézd. Látod? Itt van neki. Megyünk ki, menjünk ki. Azt mondja, kezdődik a felvonulás nem sokára, és le van zárva minden. Ja, nézd, megjöttünk, látod ott a gyerekrész. Mit, hova megy? Várjál meg. Ja, van ott sok labda. Még mindig megyünk befelé. Nem tudom, mire fogunk felülni, valószínűleg a csészére. Davis, mit szólsz hozzá? Vigyázz! Ha van ott olyan, ami felmegy, lemegy kisgyerekeknek, aztán ott egy hullámvasút, egy kisebb kisgyerekeknek, és azt mondja, erre menjünk először, hogy a Davis ide akar rohanni. Erre akarsz menni legelőször? Arra? Ja, menjünk arra akkor. Na, szerintem, hogy nem kell sokat várni. Mi? Azt mondták, csak a gyerekek ülhetnek fel rá, mire állat minden lett. Na melyikre? Gyorsan, gyorsan melyikre? Arra a kacsára, vagy a tapsi-hapsira, a gyalogkapukra. Melyikre? Oh, erre vagy arra? Erre? Bár, na, mi a következő? Oda a vízbe nem megyünk be. Nem megyünk be. Most legközelebb lesz fürdőruhánk. Rendben van? Ja. Oda nem megyünk be, jó? Gyere, megyünk erre felé. Ott van a csészehaj, látod? Nem is csészehaj, kalicska. Hova? Oda be? Oda be nem mehetünk oda be. Nézd, megmutatom, mi van ott benne. Látod az autókat? Gyere, megmutatom. Ott benne azokat az autókat? Azzal lehet menni körbe-körbe. Csak te nem tudsz még vezetni. Még ahhoz is egy picit pici vagy. Jó legyél. Na nézzük, mi van még itt. Nézd, ott a gyalogkakuk. Itt van ez a kis vonat. Aztán mi van én itt? Lehet itt rohangálni, azt hiszem. Ott egy benzinkút. Ahogy elnézem, sok gyerek nincsen. Nézd, itt a vonat. Látod? Úgy, de csikorog ez a vonat.
Ja, bemegyünk az állomásra. Arra felé. Nézd, be is érkezett a vonat. De igen, szerencsénk lesz. Aztán, mindjárt indul a vonat. Hm? Megyünk egy kört. A hegyek alatt. Nem mi vezetjük a vonatot, és nem férünk bele hárman. Ebben a vonatban pici a hány, látod, lekötnek ilyen kötéllel, és alig bírom mozgatni a lábam. Nagy szar van. Elindultunk. Megyünk egy nagy kör. Az a Superman, az nem a Batman, látod ott fönn? Aztán, ki van még itt? Megnézzük a Jokert, ugyanis ott van hátul. Aztán ott a Wild West, ha vad nyugat. De azt megnézzük itt a Jokert, mert kit nézünk még meg. Nem is tudom, én ezeket annyira nem is tudom, Lucas ismeri őket inkább. Én ezeket a szuperhősköreket, ezeket az újakat, én annyira nem ismerem. Nézd, itt a Joker, látod? Hm? Finyal fejem, mi? Lucas már mondta nekem egy pár szó, de mindig elfelejtem a nevét. Itt kijött a földből. Ez ott a tűzoltó autója, a kilóg átúja. A vízbe nem megyünk bele. Tudom, te nagyon szeretsz pancsolni, de oda nem megyünk be. Nem, nem. Oda nézd, milyen rendőr autó. Ráugrott a nem tudom kicsoda. Ha? Hawk. Hol a Hawk? Hot. A hot meleg. Ja, meleg. Itt füstöl, látod? Meleg. Ja, füstöl. Fú. Oda néz, látod, jön ki a füst a motorház tetőből. Ú, meleg. Meg akarod fogni? Hm? Megfogjuk? Hm? Megfoghatod. Fú. If UM Freeze Ace clubs with me bizarro powers, bizarro. We make more ugly to life. Jó, összetört az autónak az elejét. Nézd, itt a vadnyugat. Kihalt a vadnyugat. Ma azért nincsenek olyan sok emberek, biztos az időjárás miatt. Bár most már jó az idő, bár lehet, hogy elment a sok turista haza, ugye mivel volt ez a nagy árvíz meg minden. Elég így kihalt, főleg ez a hátsó rész. Bevegyünk a bárba. Hm? Iszunk egy sört vagy valamit? Ha? Meg akarod nézni? Na gyere, menjünk. Nézzük meg, ez egy festmény, ez nem igazi. Ott, megfoghatod. Látod? Oda van festve. Úgy néz ki messziről, mintha igazi lenne, és az utca folytatódna tovább. Régen úgy szokták csinálni a filmeket. Mit? Mit mondasz? Ott a mami? Csinál egy fényképet rólunk? Oh, iszunk egyet. Megnézd még azt a nagy fejet ott hátul. Aztán, ja, lassan elindulunk visszafelé. Mit szólsz hozzá? Vagy lecsüccsenünk oda? Hm? Le akarsz odaülni? Na nézzük, zárva van ez a bár. Úgy néz ki. Vigyázz, lépcső! Hoppá! Oda-vissza. Itt a lóitató. Itt meg a tenyészkedési vállalkozó. Látod, itt egy koporsó. Nézd, lelőtték a bácsit és belerakták abba a nagy dobozba. Hova megyünk? Hova megyünk? Indián. Látod? Nagy hordók. Oda néz, valaki jön le és leesik. Nézd! Látod ott a hegyen? Ott, ott. Nézd, jön. Bum, bele a vízbe. Puff. Végeztünk, visszajöttünk az autóba, ugye most elmegyünk a szüleimhez, megnézzük a Lucast. Remélem, hogy sikerültek a felvételek a szemeggel, ugyanis ugye mindig aggódok, hogy sikerült vagy nem, mert nem látom ugye semmit, hogy mit filmeztem. Remélem, hogy jók lettek. Amúgy itt még mindig az autóba, itt a parkolóba. Az idő kezd felerősödni, bár nem mondok esőt. Úgyhogy most el fogunk indulni, amit kezdek szemesteni, úgyhogy gyorsan valamit összeiszak, aztán elindulunk, és utána menjünk haza. Hozzáérkeztem, ahogy látjátok. Bementük közben a szüleimhez, megnézzük a Lucast, és ott volt az öcsém is, így jelenleg itt ülök a Davis-szel, már most ültem le ide a Davis-szel mellé, aki megint az iPad-en van. Mit csinálsz? Ezzel a, hogy mondják magyarul a Siri-t? Ugye az Apple-ből azt a Siri-t. Lehet, hogy így mondják, hogy na mire? Nem azt akartam mondani, mit akartam mondani? Azt, hogy hazaértem, és megy le a nap, ilyen szép a naplemente, már sokat nem látni belőle. Nem azt akartam mondani, mit akartam mondani? Megnéztem a kommenteket a videóhoz, ugye a bolondok napjához, és mindenkinek bolondok napját szeretnék kívánni. Még egyszer, úgyis ma van bolondok napja,
nem mire ti ezt nézitek, tegnap volt, nem baj. Amit akartam mondani, többen, nem, valaki kérdezte, hogy mennyi volt ez a szemeg, ugye ez a videós szemeg, amivel vettem. Mit? Várjál, mutatom. Na, csak ha nem tudja, hogy mit kell nyomni, akkor elkezdik nézni, és oda kell menni segíteni neki. Mit akartam mondani, valaki kérdezte, vagy nem is kérdezte, inkább mondta, hogy milyen drága volt ez a videós szemüveg, amivel ugye ma is videóztam, mondtam, hogy 300-400 dollár, hogy lehet ilyen drága ugye egy szemüveg, erről a szemüvegről beszélek. Van olcsóbb szemüveg, van ez a 25 dolláros szemüveg, aztán van 50-ér is, de a videónak a minősége rettentő. Nem az, hogy nem jó, mégis attól függ, hogy mi ez képes, de ennek a szemüvegnek a videó minősége szerintem nagyon jó. Legalábbis nem az, hogy nagyon jó, mert de ahhoz képest jó, ahogy mondtam, hogy milyen pici a kamera. Aztán valaki mondta neki, hogy ugye a YouTube pénzemből vettem ezt a szemüveget. Ugye szoktam mondani, hogy a YouTube pénz azt általában, nem általában, már nem minden alkalom, mert a YouTube pénz az úgy működik, ugye, ami hirdetés van ezeken a videókon, abból én kapok valamennyi pénzt, attól függ, hogy ti hány percet néztek meg a videóból, meg hasonló dolgok, ugye, és ezt a pénzt én vissza szoktam forgatni a videókba. Lehet, hogy mindig nem mondom, vagy nem látjátok, de az összes pénz végül is visszamegy a videóimba, tehát vagy szemüveget veszek rajta, hogy ezt a szemüveget, várjál, segítek megint. Vagy valami ugye más, például a GoPro-t mikor vettem, vagy mikor elmegyünk például helyekre, ugye még ilyen távolabbi helyekre, mondjuk mint Byron Bay-be, akkor amikor ment ugye a filmhez a benzin, a költség, meg hasonló dolgok, ugye ezek erre mennek rá. Jelenleg gyűjtök. Nem tudom, végül is elárulhatom, hogy mire gyűjtök, ugyanis többféle fajta dologra gyűjtök. Tehát nem másra gyűjtök, mint kettő dolog van. Egy drónra gyűjtök, amit rettentő régóta szerettem volna most már venni, hogy tudjak nektek légi felvételeket készíteni, nem csak nektek, meg magamnak is, ugye? Ugyanis volt nekem drónom előtte, csak leestek. Lehet, hogy erről beszéltem, lehet, hogy nem. Ez az a bipopos volt kettő fajta, nem kettő, kettő volt, és mind a kettő leesett, az egyik az a vízbe esett, a másik meg a plafonnak neki ment és szétesett. Ugyanis nem azért hibám volt, nem azért esett le, mert hibások voltak. Ez volt az első kiadás, és nagyon nem volt jó. Előtte volt egy ilyen helikopterem is, ezek azok inkább azok az olcsóbbak voltak, bár a Bebop nem volt olyan, ez a Parrotról beszélek, nem volt olyan nagyon olcsó, és leesett. Na mindegy, visszakaptam a pénzemet, ugyanis visszaküldtem nekik. Akarok venni ezt a DJI, ezt a Phantomot, biztos, hogy ismeritek ezt a Mavic-et. Tudom, hogy láttátok, mert biztos, hogy láttátok, ugye Magyarországon is egy kis picike. Gondolkoztam ugye ezen a GoPro-son is, hogyha majd újra kiadják. Tehát erre gyűjtöm jelenleg a YouTube pénzemet, vagy pedig, van egy másik dolog is, el akarok menni, már rettentő régóta ugye mondtam nektek, a sivatagba. Úgy gondoltam, hogy lehet, hogy az öcsémmel, tehát egy ilyen pár napra, nem is a rendes ebben a homoksivatagban, ugye ebben nagyon-nagyon sivatagban, hanem ebben a fél sivatagban, ami végül is sivatag, ilyen fél sivatag, tehát a semmi közepére, végül az igazi semmi közepére, ahol tényleg nincsen semmi. Itt-ott például 100 kilométerenként vagy 500 kilométerenként van egy kisebb falu és ennyi. Oda kimenni, megmutatni nektek, de oda is jó lenne egy drón, hogy egy légi felvételt is tudjak készíteni, hogy lássátok, hogy nincsen semmi a közelbe. Tehát jelenleg erre a kettőre gyűjtöm a YouTube pénzemet, hogy mikor fog rá összejönni, nem tudom. Ez attól függ, hogy hány videót készítek, ti mennyit néztek meg belőle, és hogy mennyit keresek belőle. Ez változó. A YouTube keresetem, ugye ezt szoktam mondani, hogy mennyi nekem a YouTube keresetem, mert szerintem nem titok, lehet, hogy Magyarországon sokat nem mondják el, én elmondom. Jelenleg olyan 100 és 200 dollár között van egy hónapban. Ez attól függ, hogy egy hónapban mondjuk, ha valami 5 van, amikor valami 5-öt mondjuk készítem, abban a hónapban, ja várjál, segítek! Segítettem a Davisnek! Abban a hónapban ugye, mivel valami 5-öt nagyon sokan nézitek, és gondolom szeretitek, abban a hónapban egy kicsit ugye felugrik a keresetem, akkor van olyan 200 dollár környékén. Mikor nincs valami 5, például ebben a hónapban nem volt valami 5, most körülbelül olyan 100 dollár körül fogok kapni. Én úgy számolom, 100-120 talán. Ez attól függ, hogy ti mennyit néztek, kattintatok egyáltalán a hirdetésre, vagy nem, vagy végignézitek-e. Na mi a helyzet? Tehát majd meglátjuk ugye, hogy mi lesz a jövőben, csak gondoltam, hogy megosztom veletek. Úgyhogy én azt hiszem, ezt a mai videót itt lassan befejezem, én semmi érdekes nem fog történni. Holnap mi van? Holnap vasárnap van, képzeld el, nem kell mennem dolgozni, nem tudom, hogy hova megyünk, lehet, hogy itt maradunk, lehet, hogy megyünk valamerre, majd meglátjuk.
úgyhogy mára ennyit, ugyanis most játszani fogunk a Davis-szel, valamit az iPad-en, valamit nyomogatunk. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!